legyünk toleránsak. Ez volt a jelmondata az immár 8. alkalommal megszervezett tolerancia tábornak. 5 napon keresztül Topolya volt a tolerancia európai fővárosa. 2014-ben is az Északbácskai városban találkozhattak a Dunamenti országok és régiók fiataljai. A szakadó eső sem hallgattatta el a dobokat a tolerancia tábor megnyitóján. A szabad térre szervezett ünnepséget a színházteremben tartották meg. A község polgármesterének, Kókai Mernyák Melindának a köszöntője után Gunterc is, a németországi Ulm város elöljárója, a közös célok létrehozásának és megerősítésének fontosságát hangsúlyozta. A tartományi kormány alelnöke Nyilas Mihály a nemzeti önazonosság és a tolerancia egyensúlyáról beszélt a fiataloknak. Tolerancia az egy olyan fogalom, amely a vajdaságra igen jellemző, hiszen 6 nyelv van hivatalos használatban nálunk, és ez egy, azt hiszem, egyedülálló dolog a régióban. Ez azt jelenti, hogy a kultúrák, a nyelvek egymás mellett megférnek, kiegészítik egymást, és egy megfelelő türelmesség van mindenki részéről, minden nemzeti közösség, nemzet részéről a másik irányában. A tolerancia tábor 8-szor kerül megrendezésre, és azt hiszem, hogy igazolta önmagát, és egy olyan példaértékű rendezvény, amely még csak erősíti, most már nem csak a Vajdaságban, hanem az egész Duna mentén ezt az értéket, amit a tolerancia képez. Azt hiszem, hogy itt egy egyensúlyt kell, hogy meglássunk a nemzeti önazonosság és a tolerancia között. A nemzeti önazonosság minden nemzeti közösség számára igen fontos, hiszen meghatározza a létét a nemzetnek, a nemzeti közösségnek. A hagyományok ápolása, a kultúra, a nyelv mind-mind olyan értékek, amelyek erősítenek bennünket, és fokozottan ügyelnünk kell ezekre az értékekre. Viszont az mellett, hogy a saját közösségünket így építjük, a mi esetünkben a magyarságról van szó, természetesen a többi nemzeti közösség, nemzet felé is megfelelő viszonyulásunk kell, hogy legyen, amit persze elvárunk tőlük is, és ez azt jelenti, hogy a saját magunkból